Szeptember 28-án volt a legutolsó képviselőtestületi sorosülés, ahol a főnapi rendi pontok között a 2023 évi költségvetési rendelet módosítása szerepelt. Lényegében ez egy úgymond technikai kérdés volt, hiszen a legutolsó rendelet módosítás óta történt pénzügyi döntésekkel kapcsolatos dolgok kerültek átvezetésre a költségvetési rendeletben a különfélékben a képviselőtestület tárgyalta a Pyramid Center ingatlanfejlesztő KFT felajánlását, amely arról szólt, hogy a KFT a 42-es út körforgalmi csomópont, illetve a Volt Tesco épület részek által határolt területen rendelkezik, két kivett saját használati úttal, amit a helyi építési szabályzat és a ottani környezet miatt nem tud más célra használni, nem tudja gazdaságilag értékesíteni, ezért a KFT vezetése úgy döntött, hogy felajánlja mindenféle ellenszolgáltatás nélkül az önkormányzatnak, hogy vegye tulajdonba a képviselőtestület ezt a napi rendi pontot megtárgyalta, és olyan döntés hozott, hogy elfogadja a felajánlást, így ezt a két kivett saját használatú útművelési ágba sorolt területet tulajdonába fogja venni. A képviselőtestület eddigi gyakorlatának megfelelően, ami már hosszú évek óta megtapasztalható, újra csatlakozott a Bósza Hungarika felsőoktatási ösztöndi pályázathoz, elfogadta az erről szóló kiírási feltételeket és meghozta az ezzel kapcsolatos döntéseit, ami azt jelenti, hogy október 3-án, tehát a mai nappal meg kell jelenni a pályázati kiírásnak, a pályázatoknak a benyújtási határideje az november 3-a, tehát egy hónap áll rendelkezésre a pályázatoknak a elbírálása az december 5 ke kell, hogy megtörténjen, és a elbírált pályázatokat december 6-án továbbítjuk a illetékes szervek részére. A változás a pályázattal kapcsolatosan annyi, hogy a képviselőtestet úgy döntött, hogy a idei pályázati kiírás, illetve a majd a mostani elbírálás alapján a pályázati támogatás összeg az 10.000 forint per fő per hó fog lenni a harmadik ütemű támogatási igény benyújtásáról is döntés született. Ez azt jelenti, hogy a úgymond régies jogszabályi használatról, illetve pályázati kírási szóhasználattal az önhibá, önhibáján kívül hátányos helyzetű önkormányzatoknak lehetőségük van támogatási nyújtani benyújtani azokra a költségekre, amelyeket a pályázati kiírás befogad, elfogad. A képviselőtestület már az első és a második ütemben nyújtott be pályázatot. Most arról is döntés született, hogy a harmadik pályázati fordulóban is pályázatot kell benyújtani. Nyilván a város gazdálkodási a munkatársai itt a pályázati kiírás függvényében összeállítják majd azt a pályázati csomagot, amelyeket továbbítanunk kell első körben a magyar Állam kistár felé. A önkormányzat képviselőtestülete területcseréről is döntött. A 42-es főút melletti földterületeken egy magánhasználatban lévő földterület cseréjéhez járult hozzá. A érintett földterületért cserébe felajánlotta az új telepi város rész melletti szántóművelési ágú földterületének közel 10 hektárját. Az a érdekesség a dologban, hogy ez mind a két terület a kormányhatározat alapján beruházási célterületté van nyilvánítva viszont a képviselőtestületnek már itt a 42-es főút mellett az önkormányzatnak van beruházási célterületként megjelölt ingatlana, és ezt a területet kívánja a önkormányzat bővíteni, fejleszteni. A hármas számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére, feltatállátási szerződésre kerül sor a képviselőtestre döntése alapján. Dr. Kovács Fruzsina Éva gyermekgyógyász szakorvossal augusztus 22-én már feltatállátási erőszerződés került aláírásra. Szeptember 27-én az Országos kórház, Kórházi Főigazgatóság megadta a doktornő részére a Praxis engedélyét, a Praxis jogot, így nincs akadálya, hogy a hármas számú gyermekorvosi körzet december első napján betöltésre kerüljön. Az ezzel kapcsolatos feladatellátási szerződés aláírására adott a képviselőtestület felhatalmazást a polgármester részére. A legutóbbi képviselőtestület ülésen az önkormányzat kitüntetésekről és elismerő címekről szóló helyi rendelete módosult, több új kitüntetési elem került beemelésre a rendeletbe és a képviselőtestület a mostani szeptemberi ülésén, zárt ülés keretében döntött a helyi rendelben foglalt határidőhöz kötött elismerő címek adományozásáról. Három kategóriában hozott döntést a képviselőtestület. Díszpolgára címet adományozott Sárvári János tanáró részére, Pro Urbe emlékérmet adományozott a Püspökladányi Kossuth olvasókör részére, és Pro Humán emlékérmet adományozott Fegyverneki Máté címzetes tűzoltó főtözsörmester részére. A díjak átadására a szokásos formula szerint az október 23-ai városi ünnepség keretében kerül sor. Köszönöm szépen!